Namaste, kedves jogi! A mai ászanánk egy egyensúlytartás lesz, a fatartás. Ez az egyik legnépszerűbb egyensúlytartás. Nagyon szépen segíti az agyműködést is egyensúlyba hozni. Összehangolja a két agyféltekének a működését, és nagyon erős stresszoldó hatása is van. Tedd át a testsúlyt finoman a jobb lábra, fogd meg lassan a csípőt, tedd először csak a sarkat a boka fölé. Ha biztonságban érzed magad, akkor emeld el a nagy lábujjat. Ha úgy érzed, hogy lehet tovább lépni, akkor úgy, hogy a térdet kifelé fordított, finoman húzd feljebb a talpat. Figyeld meg a testet, és ha szeretnél tovább lépni, akkor hozd vissza középre a térdet, és ha lehet, emeld egy picit feljebb. Figyelj rá, hogy a térded kifelé nézzen, a két tenyeret hozhatod a mellkas elé, a gerinced nyújtózzon, akár bonthatod is a kezeket, emelheted a könyököket, vagy összeérintheted a fej fölött a kezeket, és ha úgy érzed, akkor lassan hozd mellkas elé a két kezet, fogd meg ismét a csípőt, fordítsd előre felé a térdet, vegyél egy mély lélegzetet, és kilégzéssel lassan csípőből dönts előre, egy picit nyújtóztasd a gerincet, belégzéssel emelkedj, fogd meg a csípőt, tedd át a testsúlyt a jobb talpra, támaszd a bal sarkat a jobb bokához, emeld el a lábujjat. Ha úgy érzed, hogy lehet, akkor csúsztasd feljebb a talpat, irányítsd a térdet oldalra. Ha még mindig lehet, akkor hozd vissza középre a térdet, fogd meg a lábfejet, támaszd meg a talpat, emeld a tenyereket a mellkasod elé, lélegezz. És kilégzéssel csigolyáról csigolyára dönts előre, engedd a fejtetőt a talaj felé, belégzéssel lassan gyere vissza, egy kicsit nyújtóztasd a gerincet, és egészségedre!